nehéz időszak van, de a nehéz időszak mindig erős embereket szül. És ezek az erős emberek meg fogják tudni találni azokat a lehetőségeket, amelyel Európa élvonalába tudunk kerülni. Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Mahét Média Család nézőpont című műsorát látják. Köszöntöm vendéjünket Nagy Istvánt, aki Magyarország agrárminisztere. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívást elfogadta, és itt van velünk. Az alkalom nem véletlen, hiszen augusztus 20-án beszélgetünk, amikor Szent Istvánt, és nem csak Szent Istvánt, hanem államalapításokat is ünnepeljük. De még valamit, hát van itt nekünk egy magyar kenyerünk, amelyet megáldanak ilyenkor a templomokban. Én viszont arról kérdezném a miniszter urat, hogy milyen a helyzet a magyar kenyérrel most 2024-ben? Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, és köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy itt most váltatunk néhány szót. Hála Istennek el tudom mondani azt a mondatot, amit szerintem minden agrárminiszter a legboldogabban mond el, hogy a magyarok kenyere biztosítva van. Be van takarítva, a csűrben van, biztonságban van, tehát az elkövetkező évre minden magyar számára garantáltan biztosítva van. A megfelelő mennyiségű gabona. Hogyha ezt számokat nézünk, akkor ez azt jelenti, hogy 1,2 millió tonna kell, mint étkezési búza, és e fölött még legalább 2 millió tonnát tudunk exportálni szerte a világba. Ezért is szoktuk mindig azt mondani, hogy nem csak 10 millió, hanem több mint 20 millió ember ellátására vagyunk képesek. És szerencsére a tavaszi betakarítású növényeknél még az aszály nem is fejtette ki úgy a hatását. Tehát 5,8 tonna termet hektáronként, ez azt jelenti, hogy több mint 5 millió tonna termet összesen, tehát ilyen téren fogalmazhatok nagy örömmel, hogy biztosítva van mindenki számára a megfelelő mennyiségű mindennapi kenyér. Az elmúlt évben, tavaly nyáron sokat beszéltünk, írtunk, és hát hallottunk is arról, hogy az ukrán gabona milyen problémákat okoz. Ezen a téren egy ritka együttműködés is megvalósult, ugye az akkori szlovák kormány és a magyar kormány is egy állásponton volt, mennyire jelent még problémát az ukrán gabona, vagy mit e, sikerült ezen a téren elérni. De szerencsére a raktárainkból kiürült, és Magyarország továbbra is zárva tartja a határt. Tehát mi nem engedünk be egyáltalán egy szem. Ukrán gabonát sem Magyarország területére. Persze ez rossz rosszallást vált ki Brüsszelben, de mi tartjuk magunkat, még akkor is, hogyha kötelezettségszegés helyárást fogunk ezért majd a nyakunkba kapni. Sőt, még megnehezített bürokratikus akadályokat is építettük, hogy ne lehessen kiátszani a behozatali tilalmat, tehát ne lehessen körbeutaztatni és máshol beérkeztetni az ukrán eredetű gabonát, ezért minden egyes Magyarországra érkező gabonatétel az bejelentési kötelezettség alá esik, pontosan azért, hogy tudjuk az útvonalakat nyomon követni. És szerintem ez egészen jól bevált, hiszen a raktáraink kírültek, mire az aratás kezdődött, az ukrán gabona eltűnt, gyakorlatilag felhasználásra került, és ezért aztán a hazai gabona kereskedők is beindították a tevékenységüket, és most megy, zajlik a kereskedelem. Nyilván nem azon a felvásárlási áron, amit a gazdáink nagyon szeretnének, de nem is azon a nyomott áron, mint ami legutóbb volt. Tehát most annak örülünk, hogy van egy egészséges kereskedelem, és visszataláltunk mi is a magyar gabona az olasz piacra, ami a legnagyobb felbevő piaca volt, és azt remélem, hogy azzal, hogy a tengeri kikötők szabaddá váltak Ukrajnába. Az ukrán gabona is visszatalál a hagyományos piacaira. És nincs akkora nagy nyomás alatt a belső európai piac, mint ami mondjuk a tavalyi vagy a tavalyi előtti esztendőben volt. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És így most már a normális kereskedelem kezd visszaalakulni itt Európában is. Ezen a téren valamit tud tenni a magyar kormányzat, mind olyan szerepből, hogy tudjuk, hogy Magyarország soros elnöke az Európai Uniónak, hogy Tudnak ezen esetleg módosítani, tudnak esetleg partnereket találni ebben a küzdelemben, vagy ezen a téren mit lehet tenni egyáltalán? De nekünk azt kell kezdeményezni, hogy hogyan tudunk közösen gondolkodni. Hiszen akkor, amikor védekeznünk kellett, a sikerünk titka abban állt, hogy a szlovák kormányzattal is, a lengyel kormányzattal is, a románnal is, a bolgárral is tudtunk együttműködni, együtt tudtunk lépni, tehát erőt tudtunk kifejteni a Brüsszel felé. És ennek eredménye is van, hiszen látjuk, hogy most már a belső európai országok is érzékelték a piacnak a felborulását. Tapasztalhattuk a hatalmas, nagy európai gazda gazdademonstrációkat, és ez bizony meghátrálásra késztette a brüsszeli adminisztrációt is. Nem véletlen az, hogy kezdeményezték a közös agrárpolitika egyszerűsítését, számos javaslatunkat befogadták nekünk, a magyaroknak is, és mi is továbbra is ezen az úton szeretnénk menni. Tehát, ha összefogunk, ha erőt tudunk fölmutatni, akkor bizony meghátrálásra lehet késztetni azt a bürokráciát, ami nem áll két lábbal a gyakorlati talajon is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem véletlen, hogy azt hirdettük meg, hogy gazda központúvá, gazda baráttá kell tenni a közös agrárpolitikát, és minden intézkedésünk ennek a középpontjába kerül. És az Európai Unión belül, amiről sokszor azt mondjuk, hogy hát nehéz közös véleményre jutni az agrárpolitikában, mennyire működik ez az együttműködés a közel 30 ország között? Nagyon nehéz, de mindig megpróbáljuk és hogyha kell, akkor három nap és két éjszaka vitatkozunk, de azért a második éjszaka után, a harmadik nap hajnalára azért megszületnek az egyességek. És folyamatos párbeszédben vagyunk, hiszen a szakértőink, a munkatársaink egyfolytában egyeztetnek különböző szinteken, és keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel a gazdáink előnyére tudunk válni. A nehézséget az okozta, hogy a szakpolitika helyett egy ideológiai nyomás alá került közös agrárpolitika, egy szélsőséges, zöld ideológiai nyomás alá. És ez az, ami teljességgel fölborította a versenyképességet, fölborított minden olyat, ami a gazdáknak a jövőjét tudta volna biztosítani. Na, nekünk ez ellen kell fellépnünk. Egyensúlyt kell teremtenünk a között, hogy hogyan lesz fenntartható, és hogyan lesz versenyképes. Nem véletlen, hogy a politikánk és a programunk középpontjába öt fogalmi kört állítottunk. Mert azt szeretnénk, hogy hogyan lesz versenyképes, hogyan lesz válságálló, hogyan lesz fenntartható, hogyan lesz tudás és hogyan lesz gazda Ez az öt nagy fogalmi kör köré csoportosítható, az összes olyan javaslatunk, dossziénk, amit szeretnénk kinyitni, és szeretnénk dőlőre jutni. És nagyon jó érzés azt látni, hogy az európai agrárminiszter kollégák partnerek ebben. Nagyon örültek, hogy olyan Problémákat vettünk elő. Olyan javaslataink vannak, amikkel ők is egyetértenek. De néha a politikai ö, helyzetük miatt nem hozhatják felszínre, nem kezdeményezhetik. És nagyon boldogok attól, hogy mi ezt megtehetjük, mert minket nem szorít satuba egy kormányzati zöld lobbynak a zsarolása, hogy akkor a koalíció fölbomlik vagy nem bomlik, hanem mi tudunk valóban gazda központú és gazda barát politikát folytatni. Ez egy óriási előnyünk, óriási lehetősége ennek a magyar elnökségnek is. Van még egy nagyon fontos dolog, mert szenvedtünk ettől a zöld nyomástól. Most viszont akkor töltjük be az elnökség feladatait, amikor már a választáson túl vagyunk, de még nem áll föl az adminisztráció. Tehát megfordulnak a folyamatok. Nem az adminisztráció tesz le az asztalra javaslatot, hogy akkor hogyan gondolkodjanak és mi mentén az agrárminiszterek, hanem van időnk most befolyás nélkül gondolkodni azon, hogy milyen jövőbeli közös agrárpolitikát szeretnénk. Ez a magyar elnökségnek a kulcs pozíciója. És szeretnénk itt a szeptemberi informális tanácsülésen, ami Budapesten is környékén lesz, meghallgatni a stratégiai beszámolókat, hogy a különböző szakemberek milyen álláspontra is jutottak, és szeretnénk majd egy következtetéseket megfogalmazni, amit majd a felálló új bizottság számára oda tudunk tenni az asztalára, és azt tudjuk neki mondani, hogy nem tudjuk, hogy ti mit akartok, de a 27 agrárminiszter Európában ilyen közös agrárpolitikai jövőt szeretne tenni. Itt egy javaslat itt egy következtetés, tessék, nézzétek meg. Ez egy óriási esély, ilyenre nagyon régen nem volt példa. És ha már itt az együttműködésről beszéltünk, említettem, hogy tavaly az ukrán kapcsán szlovák és Magyarország együtt tudott működni, még hogyha akkor is egy szakértői kormány vezette Szlovákiát. Azóta a Fico kormányzat irányítja a Szlovákiát. Tudjuk azt, hogy a, a magyar kormányjal az átlagon felüli a kapcsolatok. Mennyire igaz ez mondjuk az agrártárcák együttműködésére is? Abszolút igaz. Rihárd Takács miniszter úr volt Budapesten, járt nálam. Ha csak azt mondom, hogy Majdnem háromszoros időtartamra nyúlt a beszélgetésünk, mert egyrészt jó hangulatban zajlott, és egyszerűen olyan témák jöttek elő, amit muszáj volt kibeszéljünk. És jó érzés volt azt érezni, hogy közösen gondolkodunk, hogy megoldást keresünk a különböző problémákra. És én azt gondolom, hogy egy olyan szövetség és egy olyan közös erő tud alakulni Magyarország agrárkormányzata és Szlovákia agrárkormányzata között, ami a jövőben nagy lehetőségeket hordoz magában. Hiszen önmagunkban nem fogunk tudni egyikünk se olyan lobbi tevékenységet folytatni, amivel kifejezett nagy eredményeket lehet elérni. De összefogva az mindig egy, egy nagy lehetőség, hiszen azért a visegrádi együttműködést is támogatni és erősíteni kell, és hogyha már két ország közös akarattal van, akkor a másik kettőt is kormányzati színektől, befolyástól függetlenül lehet úgy alakítani, hogy az mind a négy ország számára előny is legyen. És mi látja egyébként Szlovákia a legnagyobb problémáját agrár szinten, hiszen halljuk azt, hogy nehezen tudják lehívni az EU-s pénzeket, de milyen hasonlóságos, milyen különbözőségek vannak mondjuk Magyarországhoz képest? Ja, ezzel küzdünk, hiszen egy új EU-s ciklus van, ráadásul még ez a régi ideológiai nyomás alatt született közös agrárpolitika, ami rendkívüli módon a fenntarthatóságot helyezi és a zöld célokat helyezi előtérbe, ami bizony új a gazdák számára is. És le kell vetnünk magunkról azt a vádat, ami a legnagyobb sértés lett az európai gazdák számára. Az a vád, hogy a megváltozott éghajlatért, Azért az európai gazdálkodás a felelős. És hát ez, ez egyszerűen elképesztő vád, hiszen pont a gazdák vannak leginkább kitéve az éghajlatváltozásnak. Ők elszenvedői, nem okozói ennek. És ők azok, akik mindent elkövetnek azért, hogy mérsékeljék ezeket a negatív hatásokat. És ehhez kell nekünk támogatást kérni. Ehhez kell a közös agrárpolitikában a lehető legtöbb támogatást adni. És nem azon vitatkozni, hogy akkor most 7%-ot parlagoltassunk, vagy 4%-ot. És állandóan azt kellett tapasztalnunk, hogy az állat léterén is olyan irreális elképzeléseket valósítottak meg, ami, amit szinte lehetetlen betartani. Hát néhány éve volt még csak éppen a baromfi tartásban a ketrecváltásnak a, a kérdésköre. Még azok a hitelek le sem jártak, amit a gazdák fölvettek az új technológia beruházáshoz. Most dobják ki az egészet, mert valaki kitalálta, hogy ketreces állattenyésztés nem lehet. De most mondjam azt, hogy Hova vezet, hogyha a malac farkát nem lehet kurtítani? Tehát, hogy ilyennel van elfoglalva az Európai Unió, egyszerűen ez egy katasztrófa. És elmondom, hogy mi a legszörnyebb az egész történetben. Miközben ránk ezeket a szabályokat erőltetik, a közben megnyitják a piacainkat. Korlátlan mennyiségű termék előtt, olyanok előtt, akiknél semmilyen ilyen szabályt nem kell betartani. Na ekkor fogyott el a cérna az európai gazdáknál, ekkor indultak meg a nagy tüntetések. Hiszen azt érzékeltük, hogy mi a termőföldtől az asztalig teljesen ellenőrzött és nyomon követett folyamatban termelünk. Miközben mondjuk az Ukrajnából érkező termékre semmilyen szabály nem volt vonatkozva. És amikor utána jártunk, akkor kiderült a Gabonánál is, hogy 20 éve betiltott növényvédőszereket használnak. GMO-s növénytermesztés zajlik. Olyan dolgok, és itt emlékszem Szlovákiába is, amikor megfogtak nagy mennyiségű tételt, amely növényvédőszere volt szennyezett. Mi is fogtunk GMO-s termint, és olyat is, ami vegyszerre volt szennyezett, hogy, hogy miért kell föladnunk a piacainkat? Miért nem lehet azt a nézőpontot érvényre juttatni? Mert akkor az egy jó verseny hogy miért nem fogadja ezt el az Európai Unió? Hogy az Európában megtermelt, illetve az Európába érkező bármely nemű élelmiszerre ugyanazon szabályoknak kell vonatkozni. És akkor versenyezünk. Na de ugye nem lehet, hogy a mi jövőképünket, a mi versenyképességünket teljesen elveszítjük, azért, mert ö, ideológiai érdekből ezt kell ö, valakinek elérni, miközben behúnyjuk a szemünket, és az import nem számít, csak az, hogy olcsó legyen. De hogy akkor az európai gazdálkodás hogyan fog történni? Hogy ki fogja megművelni a termőföldet? Hogy ki fogja föntartani a tájat? Ki teszi élhetővé a környezetünket? Azt a kérdést már nem akarja vizsgálni senki sem. És itt nekünk ezért is kell összefogni, hogy a józan realitás talaján el tudjuk érni azt, hogy a gazdák tevékenysége és jövőképe kiszámítható legyen, mert itt vagyunk egy generációváltás közepén. Szlovákiában is ugyanaz a probléma. Hiszen a gazdáink előregedettek, a fiatalok pedig óckodnak átvenni a gazdaságot, mert azt mondják, hát ilyen körülmények között. Hát kivéd meg bennünket, kivéd meg a piacainkat, hiszen Ukrajna itt lesz mindig a szomszédunkban, egy óriási gazdaság, mezőgazdaság részéről pedig egy óriási terület. És az, Csernozium talaj, az talaj, az nem tudjuk utolérni, olyan lehetőséget hordoz magában. Akkor hogy termeljünk biztonságban? Na ezért kell nagyon szorosan együttműködni. Egy korábbi interjújában olvastam, hogy végeztek egy ilyen felmérés, az elmúlt 50 évben a magyar termőképessége is mennyire, milyen mértékben csökkent, ez mennyire jelent egyébként problémát jelenleg a mezőgazdaság számára, és ez mennyire magyar probléma, vagy egész Európára jellemző? Ez egész európai probléma és azt kell mondjam, hogy ezért nekünk ezzel az elnökségünk során is foglalkozni kell, és foglalkozunk is. Mert Magyarországra is igaz az, hogy az elmúlt 50 évben a talajban élő mikroorganizmusok száma 90 kal csökkent. Minek köszönhető ez egyáltalán? Ez a termelési struktúrának, a talajművelésnek, az egész ö, ö, agrotechnikai rendszernek de most már mindenki ráébredt arra, hogy úgy folytatni nem lehet tovább. Tehát a szerves anyagot nagyon meg kell őrizni. Most ezek az aszályos idők is arra intenek minket, és arra hoz példát nagyon határozottan és egyenesen, hogy ott, ahol a szerves gazdálkodás jobb, ahol az agrotechnikai eljárásokkal már igyekeznek gátat szabni a párolgás csökkentésének, az Egészen más termés eredményeket produkál. Ott a kukorica még mindig zöldebb, és nem csörög a levele, és nincs elszáradva, mint más helyen. Tehát a természet nagyon megmutatja azt, hogy változnunk kell. Hiszen ha változik, körülöttünk az éghajlat. Ha minden változik, akkor nekünk is, gazdálkodóknak változni kell. És nekünk is alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy a megváltozott körülményekhez hogyan viszonyuljunk. És az, hogy valóban lecsökkent a mikroorganizmusok száma, a talaj szerves anyag tartalma lecsökkent. Elbillent Magyarországon is, és itt Szlovákiában is, a növénytermesztés és állattenyésztés arány. És mi is elpettük majdnem 70%-a a gazdaságnak növénytermesztéssel foglalkozott. Na most billenti vissza majd az élet a helyzetet, mert azt látjuk, hogy a szerves tárgya szükséges, nem megkerülhető dolog ahhoz, hogy aztán eredményesen lehessen termelni. És az is látszik, hogy a kisgazdaságok száma csökken. Mert ez egy életforma, nem csak szakma életforma. És bizony nagyon nehéz piacra jutni, hogyha néhány hektáron gazdálkodik az ember. Ezért koncentrálódnak a termelések. És az a koncentrálódó termelés, hogyha nem hordoz magában, olyan egyensúlyt, hogy állattenyésztés is van, akkor bizony a tápanyagutánpótlás, a körforgás megszűnik, és abból aztán előbb-utóbb katasztrofális bajok vannak. Mert az úgymond zöld forradalom, amikor a műtrágya feltalálása került, és lehetett nitrogénnel tápanyagutánpótlást végezni. Egyszerűen úgy kellett a növénynek, mint az autónak a benzin, hogy menjen, és tényleg olyan hatása is volt. Igen ám, de ha a szerves anyag nincs, akkor az ellugosodik, elsavasodik, és már is visszájára üt a túlzott műtrágya használat, ezért ki kell ezt egyensúlyozni olyan talajművelés, olyan agrotechnikával, a múlcsozással, a forgatás nélküli talajműveléssel, ami azt segíti, hogy hogyan őrizzük meg a nedvességet, hogyan őrizzük meg a talajban és hogyan gyarapítsuk a mikroorganizmusok számát, és ezzel a termőképességét is, és az ellenálló képességét ennek a megváltozott éghajlati viszonyoknak? És miniszterként hogy látja, hogy mennyire felkészültek a magyar gazdák arra, hogy az új kihívásokra megfelelő választ adjanak, akár nemzetközi viszonylatban, hiszen, ahogy említette, tudjuk, hogy kiöregedőben vannak ezek a gazdák? Kétféle csoport van. Az egyik csoport, az igazi jó nyakas gazda, na nekem aztán senki nem mondja meg, hogy hogy kell, nagyapám is így csinálta, apám is így, akkor én is így fogom. Ők lesznek a vesztesek, ezt kell mondjam. És van egy egyre gyarapodó réteg, aki megértette az idők szavát, hogy változni kell. És itt már a precíziós technológiáknak az alkalmazása, az új gépek, eszközök, berendezések, technológiák használata mindennapossá válik. Na, ott lehet látni a mezőgazdaság újjászületését. Látszik, hogy mindazon zokszavak, panaszok, amelyek a mezőgazdaságban vannak, akár birtokpolitika, birtokméret különbségek miatt, akár a lehetőségek, vagy a termési színvonal miatt, vagy épp a tudás különbözősége miatt, ti panaszok, azok a 21. századi mezőgazdaság újjászületésének szülési fájdalmai. Mert azt látnunk kell, hogy a megváltozott körülményekhez megváltozott technológiával kell tudni alkalmazni. Mert nem csak arról szól, hogy akkor hogy művelem a talajt. Azt is meg kell vizsgálni, hogy biztos szabad kukoricát vetni olyan területre is, ahol most már a x. éve mindig elszáradt betakarítás előtt. Hát épp ideje lenne megfontolni, hogy akkor nem olyan hosszú érési idő kukoricát válaszok, hanem mondjuk rövid érésű kukoricát választok. De ha az sem életképes, akkor váltanunk kell növényt. És akkor mondjuk egy cirkot vetek helyette, vagy más növényt ültetek helyette. Ki kell talán szóját ültetek helyette, hiszen az jobban bírja ezt a rendkívüli időjárást. Mi megteszünk mindent azért, hogy segítsünk. 176 milliárd forintnyi öntözésfejlesztési támogatást hívtak le a 50%-kal növeltük 3-4 év alatt az öntözött területek számát. De még mindig nagyon csekély és nagyon gyér az öntözött területeink nagysága, mert ugye ez egy nagyon komoly beruházás, nagyon komoly technológiát igénylő, és bizony ott azért el kell gondolkodni, hogy akkor ha kukorica, akkor helyette hibrid kukoricát vetek, mert annak a megtérülése sokkal jobb, vagy szántóföldi zöldséget ültetek, aminek megint csak a jövedelmezősége egészen más. Tehát ezek mind-mind nagyon komoly kérdést vetnek fel. És visszatérve a változásokra. Ugye van egy agrotechnikai változás, hogy hogyan művelem a talajt. Van egy genetikai potenciálban rejlő változás, hogy száraz időszak volt már korábban is Magyarországon. És mi annak a hívei vagyunk, hogy nem a genetikai módosításokban keressük a megoldást, hanem a génbankjainkban keressük a megoldást. Tehát a régi fajtáinkat. Hiszen ott a Kárpát-medence, az egy kincses bánya. Olyan genetikai örökségünk van, amire meg kell találnunk azt a régen használt növényeket szegletes lennek. Rége felejtettük, nem használjuk. Hát cirok is csak most került két-három éve újra vissza a köztermesztésbe. Ezeket elő kell vennünk, hiszen van ilyen adottságunk. És aztán jönnek a pályázatok ehhez, hiszen 50 os intenzitással a minden precíziós gépet berendezést oda tudunk adni a gazdáink számára azért, hogy mindazt, amit technológiai újításhoz szeretnének, az rendelkezésre sáján. És akkor jön a legvége, a legnehezebb. Elfogadom-e én, mint gazda, hogy ahogy eddig csináltam, úgy nem lehet. A változás itt kezdődik. Ez a kulcs. Ha elfogadom azt, hogy ahogy tegnap csináltam, úgy nem csinálhatom holnap, akkor a nyertesek közé fogok tartozni. Mert akkor kinyitom az elmémet, az énemet a változás előtt. Mert akkor keresem a megoldást. Hajlandó vagyok keresni a megoldást. Ezért kellett megújítanunk az Agrár Egyetemi Képzést és a Középiskolai képzést is. Hogy a gyerekek a legmodernebb ismereteket kapják. Mert azt láttuk, hogy az agráriumban dolgozóknak a szakmai végzettsége nagyon alacsony. Muszáj növelni, mert ezekre a komplex, összetett kihívásokra valóban egy komplex tudással lehet csak válaszolni. A végére egy jövőbe tekintő kérdés. Középtávon hol szeretné látni akár a magyar agráriumot a magyar gazdaság szerkezetébe, és mondjuk nemzetközi viszonylatba, tehát hogy a magyar gazdák mit képviseljenek Európában? Én azt gondolom, hogy a magyar agrárium nyertese lesz a mostani folyamatoknak. Mert egy nehéz időszak van, de a nehéz időszak mindig erős embereket szül és ezek az erős emberek meg fogják tudni találni azokat a lehetőségeket, amelyel Európa élvonalába tudunk kerülni. És hagyj mondjak egy nagyon fontos dolgot. A kormány, amikor érzékelte azt, hogy nehéz helyzet van, emlékezzünk Covid, akkor ott volt a kitörő háború, az energiaválság, az aszály, a történelmi aszály, ami Magyarországon is ugye beköszöntött, a kormánynak erre feleletet kellett adni. És meghozta a történelmi lépést a kormány, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok. Mert Európában mi vagyunk az egyetlen kormány, amely a közös agrárpolitika stratégiai tervéhez, a finanszírozáshoz, a nemzeti társfinanszírozás mértékét a maximális szintre állította be a 80 ra A legtöbb európai ország vagy a minimum, vagy a minimumhoz közeli sávon húzta meg a kiegészítő támogatást. Ez azt jelentette nálunk Magyarországon, hogy megháromszoroztuk a rendelkezés álló forrást. Azaz a kihívásokra a magyar kormány biztosítja a választ, adja a lehetőséget a gazdáknak, hogy aki beruházni akar, aki a kihívásokra választ keres, annak ott legyen az anyagi támogatás. Ne legyen pénzügyi akadálya annak, hogy megújuljon a magyar agrárium, és Európa legversenyképesebb agráriuma legyen. És már látszik, a baromfi is megdupláztuk a sertésben, négyötöd szintet növeltük a kivitelbe, tehát egyszerűen olyan ugrással megyünk előre, amit azt remélem, hogy a ciklus leteltével, tehát 27 és 30 közé abszolút Európa dobogósa lesz a magyar agrárium, ami egy olyan óriási fejlődés, amihez példa nem volt, de ez egy nagyon fontos történelmi mérföldkő, mert addig, még Európában egy leépítés zajlik a különböző zöld ideológiai mozgalmaknak köszönhetően, és azt szeretnék elérni, hogy minél kevesebb állattenyésztés legyen, minél kevesebb húst fogyasztanak az emberek, addig Magyarországon pedig pontosan betöltjük ennek a piaci szegmensnek is résnek a helyét, mert nálunk pedig pont egy felfutása van ennek a dolognak, és én nagyon büszke vagyok, hogy ennek részese lehet. lehetek. Mi pedig köszönjük, hogy ezt elmondta önöknek, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is a viszontlátásra. Viszontlátásra. Ez egész európai probléma.